Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makkói Városi Televízió 18 órai szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! Tóth Ferenc lett a 4-es számú egyéni választókerület megválasztott képviselője. Rendhagyó zarándoklatot szerveztek Makkón Forhan Mózes emlékére. Szurkoljunk együtt a magyaroknak a borfesztiválon! Új képviselőt választottak a makkóiak a 4-es számú egyéni választókörben is, de ismét a Fidesz-KDNP által támogatott jelöltre, Tóth Ferencre szavaztak a legtöbben. Televízión kíváncsi volt arra, hogy interjúalanyunk hogyan értékeli a választás eredményét. A megválasztott önkormányzati képviselő megköszönte a 4-es számú választókörzetben élők bizalmát, ahol 567 szavazattal a voksok 55,43%-át tudta megszerezni. Tóth Ferencnek három kihívója volt, de meglátása szerint a kitartó és szorgalmas munka az, ami elvezette ehhez a sikerhez. Igyekeztem minél több háztartásba eljutni, bemutatkozni, mert azt gondolom a közvetlen kapcsolata a választópolgárokkal a legfontosabb. Jövőre vonatkozóan is, ahova sikerült eljutnom, vagy telefonon beszélni a kedves választópolgároknak, mindenkinek elmondtam, hogy egész nyugodtan keressenek. Megadtam mindenkinek a szóróanyagon, rajta van a saját telefonszámom, saját e-mail címem. Örömmel fogadom a javaslataikat, ötleteiket, adott esetben problémáikat. Azon leszek, hogy minél gyorsabban megoldjuk. Tóth Ferenc kiemelte, október 1-ig a jelenlegi képviselőtestület gyakorolja jogait és kötelezettségeit, de addig is szeretne jó kapcsolatot ápolni a lakókkal. A kampány alatti személyes találkozások alkalmával számos jó tanácsot és ötletet kapott, hogyan lehetne fejleszteni a körzetet. Az eskütétet követően pedig igyekszik minden felmerülő problémára megoldást találni. Úgyhogy én azt gondolom, az elkövetkezendő 5 évben bőven lesz munkám, nem fogok unatkozni, és a körzetemnek pedig azt ígérem, hogy nagyon oda fogok figyelni rájuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a 4-es körzet is legalább annyira, ha nem még jobban rájuk tudjunk figyelni. Programjában többek között az szerepelt, hogy folytatni kívánja a körzetben a járdaprogramot, gyalogátkelő helyet létesít, pótolná a közúti jelzőtáblákat és növelni a zöld felületeket is. Egy rendhagyó zarándoklaton vehettek részt azok, akik kedden délután csatlakoztak Forhan Mózes emlékére szervezett túrához. A résztvevőkkel számos érdekességet osztott meg az út során Urbancsok Zsolt, a makkói levéltár vezetője. A túra a makkói ortodox zsinagóga elől indult, és a jángori neológ zsidó temetőig vezetett, ahol a csodatevő főrabbi sírjánál kívánságaikat megírhatták a résztvevők. Egy többállomásos programsorozattal emlékeznek meg Makkón a holokauszt 80. évfordulójára, amelynek a harmadik állomása egy rendhagyó zarándoklat volt Forhan Mózes emlékére. Szerencsére az időjárás is kegyes volt, mivel délutánra már kisütött a nap, így egészen szép számban tudtak csatlakozni ehhez a kerékpáros túrához, amely a makkói ortodox zsinagóga elől indult. Urbancsok Zsolt, a makkói levéltár vezetője megosztotta televíziónkkal az út célját. A Makó csodarabbiára, a mártírhalál halt Forhad Mózesre emlékezzünk egy rendhagyó zarándoklattal. Miről is lesz szó, és milyen zarándoklatra vártuk a makóiakat? Gyakorlatilag három részre osztottuk ezt az utat a jángori temetőig. Először bemutatjuk azt, hogy ki is volt és honnan származott Forhan Mózes, aki 1913-ban került Makóra, és 1944-ig haláláig volt az ortodox közösségnek a rabbija. Itt a közösségről, itt a zsinagóg előtt a közösségről beszélnénk, arról a népes jesiváról, arról a zsidó iskoláról, amit ő tartott fönt és országos hírű volt. Majd kerékpárral nem is olyan messzire tekertek a résztvevők a Vásárhelyi utcán lévő régi Béke KTS-hez, ahol az ortodox közösségnek a központja volt. Ott gyakorlatilag már arról ejtek majd szót, hogy a vészkorszak idején mi történt a rabbival, hogyan halt ő mártír halált, és a temetésének a körülményei nem olyan sokkal a deportálás előtt azok hogyan történtek. Ezt követően pedig a jángori neológ zsidó temető felé vették az irányt.
Elhangzott többek között, hogy Forhan Mózes rabbit a deportálás előtt egy héttel temették el itt Makón, így a közösségnek nélküle kellett elhagyni a várost, amely hatalmas trauma volt számukra. Urbancsok Zsolt kiemelten ejtett szót arról is, hogy a Makóról elszármazott zsidóság egyik legfontosabb zarándokhelye, a csodarabbi és feleségének a sírköve. Továbbá az egész ortodox hasid zsidóság számára is fontos zarándokhely lett. A zsidóvallásban ugyanis a csodarabbik segítenek a híveknek gyakorlatilag a kívánságaikat, vágyaikat valóra váltani. Hogyha a csodarabbi sírjánál imádkoznak, akkor a hagyomány szerint gyorsabban száll föl a teremtőhöz az ima, vagy a csodarabbi közben jár azért, hogy az a bizonyos óhaj, ami egészséggel, családdal, bármiféle problémával, karrierrel kapcsolatos, az megoldható legyen. Úgyhogy itt látható, hogy az ortodox zarándokok ugye elég sok héber nyelvű kérőcédulát helyeztek el, de ezek a ládák is gyakorlatilag tele vannak ezekkel az üzenetekkel. A rendezvényen részt vett egy család is, Mányi Mátyás és felesége, valamint kislányuk is. Először 2020-ban csatlakoztak a kerékpártúrához, amely igen emlékezetesre sikeredett. Ezekről az emlékekről és történetükről örömmel mesélt a párstábunknak. És mi egyébként azt kívántuk egymástól függetlenül, hogy segítsen nekünk a csodarabbi felesége egy gyermekáldással, vagyis én kettőt kértem, nem, azt hiszem a férjem egyet írt talán, és kiderült, hogy rá pár napra terhes is lettem, úgyhogy megáldott bennünket Bellával. Ennek az érdekessége pedig az volt, hogy így, arra kértek minket, hogy nem lehet látni egymás kívánságát, illetve az se, hogy ki melyikbe dobja be. Mi teljesen függetlenül írtuk ezt fel, és mivel ugye fotózni jöttünk ide annak idején, ezért én valamiért isteni sugallat miatt én úgy gondoltam, ezt le kell fotóznom. És utána, miután megfogant a kislányunk, ezért úgy döntött, ezt a képet én előkerestem, és megmutattam a feleségemnek, hogy én azt írtam, hogy szeretném vele leélni az életemet, és hogy legyen egy gyermekünk, és hogy éljünk boldogságba, békességbe. Úgyhogy most láthatjátok itt a bizonyíték, hogy működik a dolog, és működik a kérés. Úgyhogy most azért is jöttünk el, hogy megköszönjük. Akik részt vettek a zarándoklaton, azok most is megírhatták egy kislapra kéréseiket, és bedobhatták a csodarabbi és feleségének sírjába. A rendezvény sorozat vasárnap zárul egy különleges és lélekemelő emlékgálával a Hagymaházban, amelyre mindenkit várnak szeretettel 17 órai kezdettel. Rövid hírek következnek. Rövidesen minden érdeklődő számára elérhetőek lesznek a Magyarországon végzett talajvédelmi laboratóriumi vizsgálatok eredményei. Az adatok nagyban támogatják majd az egyik legfontosabb természeti kincsünkkel a talajjal kapcsolatos kutatásokat, továbbá segítik a hazai talajaink állapotváltozásának nyomon követését is. A mintavételi pontok helyének rögzítése a továbbiakban kötelező lesz. Az adatgyűjtés célja, hogy a Magyarországon elvégzett mintegy 200 ezer vizsgálat mérés eredményei egységes szerkezetbe kerüljenek. Fontos kiemelni, hogy az adatgyűjtés a kutatási tevékenységeket segíti, a talajok állapotának megfigyelését és előrejelzését szolgálja. A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátja a szabad felhasználású diákhitel egyes konstrukció 2024 második fél évére vonatkozó kamattervezetét, közölte a szaktárca kedden az MTI-vel. A javaslat szerint, amely kedden vált elérhetővé a kormányzati portálon, a hallgatói hitelezés területén is szükséges fenntartani a kamatstop intézményét, hogy a diákok továbbra is a piaci szint alatt változatlanul 7,99%-os kamat mellett vehessék igénybe a szolgáltatást. Az önköltséges képzés díjának fedezésére szolgáló diákhitel 2 konstrukció továbbra is kamatmentesen igényelhető, írták a közleményben. A hallgatói hitelezés további fejlesztéséhez, az ehhez szükséges hosszú távú stabil háttérbiztosításához szükséges az állami tulajdonú, pénzügyi szolgáltatást végző társaságok közötti szinergiák fokozott kiaknázása. Ennek érdekében június 12-től a Magyar Fejlesztési Bank szorosabb együttműködésben a banki szakterületek széles körű tapasztalataival vesz részt az MFB csoporthoz tartozó Diákhitelközpont ZRT feladatainak ellátásában. A fokozott együttműködés hozzájárul ahhoz, hogy a diákok a lehető legkedvező feltételek mellett vehessék igénybe a hallgatói finanszírozás nyújtotta lehetőségeket.
Az együttműködés részleteiről a Diákhitel ZRT rövidesen tájékoztatást nyújt ügyfelei számára. Egy óriás kivetítőn nézhetik a szurkolók a Magyarország-Svájc Európa bajnokság mérkőzését a hétvégén a Makovec téren, és mellé egy-egy pohár jó minőségű bort is fogyaszthatnak az érdeklődők. Péntektől kerül megrendezés a második Vínomdánom Fesztivál Makón, ahol a különféle boros programok mellett koncertek, valamint szakmai előadások is lesznek. Szinte az összes magyarországi borvidékről 17 borászat, 140 fajta nedűvel érkezik Makóra június 3. hétvégéjén. A fesztivál kezdő akkordja a Szent Vince borrend felvonulása lesz pénteken 17 órakor, akik a Városháza elől indulnak majd a Makovec térre. Közre működik a makói magánzeneiskola. A megnyitóra 17 óra perctől kerítenek sort, beszédet mond majd Farkasi Erzsébet polgármester. A színpadi programok sorát a Triász zenekar indítja. Sipos Péter, az Irigy Hónai Mirigy, valamint Kámán György és Jankai Béla, a Dinamit együttes arcaik szórakoztatják majd a közönséget. Ezzel egy időben a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége Rapid Randi vállalkozóknak elnevezésű programjára várják az érdeklődőket a Korona kulturális szalomba. Az este folyamán pedig a táncé lesz a főszerep. Szombaton 13 óra 30 perctől borkóstolóval egybekötött beszélgetést hallhatnak a téli kilátogatók a borászok képviselőivel. A labdarúgó drukkereket is várják, akik egy óriás kivetítőn szurkolhatnak a magyar válogatottnak a Svájc elleni mérkőzésen az Európa-bajnokságon. 17 órától pedig az egyik legnépszerűbb tehetségkutató műsorból ismert fiatal zenész Frederik Cornelius hozza a legfrissebb slágereket. Este pedig a Parti Arcok zenekar robbantja fel a teret. Vasárnap kora délután kihirdetik 2024 Makó borát, illetve ezen a napon is lesznek koncertek, többek között helyi fellépőkkel. Gondoltak a kicsikre is, akik a virgonckodó játszóparkban szórakozhatnak majd a hétvégén, illetve szombaton és vasárnap már 10 órától nyitva lesz a Kiskaska kézműves piac, a borkorzó és a gasztroplac is. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Tóth Ferenc lett a 4-es számú egyéni választókerület megválasztott képviselője. Rendhagyó zarándoklatot szerveztek Makón Forhan Mózes emlékére. Szurkoljunk együtt a magyaroknak a borfesztiválon. Kedves nézőink, ne felejtjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a június 12-i szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!